Egy miniszter fehér védősisakban egy építkezésen. Egy államtitkár a sajtó kérdéseire válaszol. A harmadik Orbán kormányban vannak a legtöbben, összesen 172 miniszter, államtitkár és helyettes államtitkár. 2010-ben még csak 104-en voltak. És nem csak a tárcavezetők száma nőtt, a nekik dolgozóké is. A világgazdaság adatai szerint csak nem 10 000-en kétszer annyian dolgoznak a minisztériumokban, mint 2010-ben. Az LMP szerint a Fidesz hazudott, amikor az akkori választásokon olcsóbb államot ígért. Ugye itt azt látjuk, hogy a Fidesz keltető üzeméből, akár a Fidelitásból, vagy egyéb haveri körökből kerülnek oda a haverok, akiket zsíros állásokkal kifizetnek. A világgazdaság adatai szerint leginkább a Sezták Miklós vezette Nemzeti Fejlesztési Minisztérium létszáma nőtt. Háromszor annyian vannak, mint 6 évvel ezelőtt, csak nem 1000-en. A földművelésügyi tárcánál 200-zal, a honvédelminél pedig 150-nel dolgoznak többen. Lázár János miniszter csak nem 1 éve is létszámleépítést ígért. Megfontolandó, hogy az államapparátusban hány embernek kell az adófizetők pénzéből élnie. Hány emberért kell az adófizetőknek ennyi adót fizetnie. Ma Nyíradonyban egy főút átadó ünnepségén értük utol. Még mindig soknak tartja, hogy minden 5. munkavállalót az állam fizet. De azt is mondta, hogy kormányon belül nehéz a létszámleépítést elfogadtatni. Persze, ha megkérdez egy minisztert vagy egy minisztériumot, az azt fogja mondani, hogy a megnövekedett feladatokhoz és ennyi munkához több emberre és jobb emberekre van szükség. Tehát szólnak ellene és mellette is érvek. Lázár János szerint a miniszterelnökségnél 15%-kal kevesebben dolgoznak, mint 2010-ben. A többi minisztériumot hiába kérdeztük, nem is válaszoltak.